21. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Paragrafus Kupa kispályás labdarúgó tornát, amelyen az igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a rendvédelem képviselőiből összeállított csapatok mérték össze tudásukat a Bemiskola tornacsarnokában. Az országban egyedülálló rendezvény 2 évtizeddel ezelőtt 4 csapattal indult, most pedig már 8 együttes lépett pályára. Ez annak köszönhető, hogy akik létrehozták, dr. Hubai Pál, az ügyvédi kamara elnöke, Kovács András és Szemán Sándor, mint a motorként működtek közre, a lelkes jogászok pedig, hát most is láthatjuk, ma is ugyanúgy fociznak, itt még azok alapító tagok is vannak. A bíróság tagjai között meg a Városháza csapatában is van olyan, aki a kezdetekor is itt volt. Úgyhogy szerintem ez a jogászegylet, a Magyar Jogászegylet vezérkara és a tagok együttműködésének a következménye, hogy még mindig ilyen lelkesen fociznak a fiúk. Szemán Sándor szervezőként és játékosként részt vett valamennyi tornán. A 21. rendezvényen a korábbihoz képest változott a lebonyolítás. Nagyon-nagyon jó a hangulat, és szakmailag is nagyon jó mérkőzések zajlanak, izgalmas. Az új rendszer az, hogy a kérésre minden csapat játszik mindenkivel, ez 8 csapatos tornán 28 mérkőzés jelent, mindenkinek van 7 mérkőzése, de így nagyon jó, mert legalább nem mondhatja senki, hogy gyengébb vagy erősebb ágra került. Izgalmas a torna, ugye utolsó mérkőzések zajlanak, de egyelőre is bízunk benne, hogy már vége is így van, egy nagyon jó hangulatú, sérülésmentes torna, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy 21 éve tudjuk ezt a hagyományt folytatni. A csapatok és az erősorrendek változnak, hiszen 21 év alatt sokan kiöregedtek, jöttek fiatalok, tehát mindig vannak olyanok, akik uralják a mezőnyt 2-3-4 éven keresztül, de ettől szép, meg ettől izgalmas a torna, hogy nem ugyanazok a bajnokok, nem ugyanazok a legjobbak, és ez folyamatosan rotálódik, de nem volt még olyan csapat, akinek ne lennének sikerélményei. A tornát végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság csapata nyerte a NAV megyei igazgatóság és a megyei kormányhivatal előtt. A gólkirályi címet a megyei törvényszék csapatát erősítő Lakatos László szerezte meg, a legjobb kapusnak csapattársát Éles Krisztiánt választották, a legsportszerűbb csapatnak pedig a kormányhivatal bizonyult.